Mielőtt részletesen belemennénk, lépjünk hátra egy lépést. Rendben van az, hogy átrendezik az egészségügyet a koronavírusos betegekre való felkészülés érdekében? Hát persze, nagyon is. Más országok, így Kína, Olaszország vagy Spanyolország példáján látjuk, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb veszélye, hogy végletesen túlterheli az egészségügyet. Ezekben az országokban előfordult, hogy nem jutott mindenkinek ellátás, és az orvosoknak végül kegyetlen döntéseket kellett hozniuk, hogy kit tesznek a lélegeztetőgépre, és kit hagynak meghalni. észak az EU egyik legfejlettebb régiója, kiváló egészségügyi rendszerrel. Ha ott nem tudtak mindenkinek ellátást nyújtani, a rogyadozó magyar egészségügy képes lesz erre? Nos, ezt a kérdést bizonyára a magyar kormány is feltette magának, és a radikális döntést hozott. Ki kell üríteni a magyar kórházak nagy részét. De vajon arányos reakció-e, hogy a kórházi ágyak 60%-ának a felszabadításáról döntöttek. Nem tudjuk, hogy itthon hány koronavírusos beteget látnak el most kórházban, mert erről nem közölnek adatot. De azt tudjuk, hogy hivatalosan 1579 fertőzött van, akik ráadásul nincsenek is mind kórházban. Akkor mi lehet az oka annak, hogy Magyarországon a létező fertőzöttek számának 23-szorosát 36 ezer ágyat kell felszabadítani, ráadásul szinte egyik napról a másikra? Szögezzük tehát le. Abszolút indokolt az egészségügy felkészítése, és jól látni, hogy a kormány talán tíz év alatt most először komolyan foglalkozik az egészségügyjel. De érthetetlen, hogy mi indokolja 36 ezer ágy azonnali felszabadítását, ráadásul úgy, hogy eközben egy csomó új ellátóhelyet is létrehoztak. Miért? Hány beteg érintett? És ők hova kerülnek? Nem tudjuk, a 36 ezerből hány ágy volt eddig foglalt, mert erről sem közöltek adatot. De tételezzük fel, hogy az ágyak nagy része már eleve üres volt, és csak a harmadokon feküdt beteg, mivel az utóbbi hetekben csak a legszükségesebb ellátásokat nyújtják. Ez csak merő feltételezés, de még ez is azt jelenti, hogy egyelőre nem létező betegek kedvéért hirtelen 12 ezer ellátásra szoruló beteget tesznek ki az egészségügyből, pontosan mi alapján is? Nézzük csak meg, hogyan is szól pontosan a kórházak kiürítéséről szóló miniszteri rendelkezés. Már is falba ütköztünk. Ez sehol sem olvasható. Csak a sajtóba szivárgott ki, és az operatív törzs is utolgatott rá, de hogy mi a pontos szabály, hogy mi alapján és kiket tesznek ki a kórházakból, az egyszerűen nem nyilvános. Csak a hírek jönnek sorra a nagypénteken telefonáló kórházakról, amelyek közlik, hogy napokon belül hozzák a beteg rokont, meg a kirúgott kórházigazgatókról, akik nem hajlandók hazaküldeni azokat a betegeiket, akik kórházi ellátásra szorulnának. De a betegek hazaküldése akkor nem lehet része az egészségügy átszervezésének? A betegek kiakolbólítása a kórházakból, és az, hogy a hozzátartozóik nyakába szózzák őket, ahelyett, hogy állami ellátást kapnának, nagyon durva jogsértés. Rendben, fogadjuk el, hogy vannak betegek, akiknek az ellátása a mostani rendkívüli helyzetben a kórház falain kívül is megvalósulhat. De akkor ott kell gondoskodni róluk. És vannak olyanok is, akik aktív egészségügyi ellátást igényelnek. Nekik mindenképpen kórházban a helyük. Az állam nem teheti fel a kezét, mondván, hogy mától nem nyújt ellátást, és különösen nem mondhatja a hozzátartozóknak, hogy akkor holnaptól oldják meg ők a beteg családtag ellátását. Miért? Nem teljesen alap, hogy egy gyereknek gondoskodnia kell a szülőéről? A magyar jogban nemrég bevezették az úgynevezett szülőtartást, de ennek sok feltétele van. Például a kiskorú gyerekek előnyt élveznek a szülőkhöz képest. Ráadásul nem is teljesen tisztázott, hogy pontosan mi tartozik a tartási kötelezettségbe, de egy dolgot magabiztosan állíthatunk. Senki nem kötelezhető arra, hogy olyan gondozást nyújtson, mint egy orvos vagy ápoló, például katétert vagy infúziót kössön be. A szülőtartás intézménye semmiképp nem válthatja ki a beteg ellátáshoz való jogát, erről az államnak kell gondoskodnia. És ki gondoskodik azokról a betegekről, akiknek nincsenek gyerekeik? Mit tegyen az, aki képtelen a beteg rokon ellátására, mert mondjuk maga sem egészséges? Vagy aki nem ér rá, mert a gyerekeiről gondoskodik, netán közben ő maga is otthonról igyekszik végezni a munkáját. Aki maga is alig jön ki a jövedelméből, mert épp most szűnt meg a munkahelye. Aki alig van otthon, mert busz vezet, ételt hord ki, áru tölt fel, vagy éppenséggel a kórházban dolgozik. Ezek közül egyetlen kérdése sincs válasz. Tényleg, kinek kellene segítséget nyújtania az otthoni betegápoláshoz? Erre létezik ugyan megoldás, de az otthoni szakápolás és a házi ápolás rendszere már eddig sem volt túl a célos. A sokszoros teherrel biztosan nem fog elbírni, arról nem is beszélve, hogy a házról házra járó orvosok, ápolók teríthetik leginkább a vírust, miközben ők maguk is extrém nagy fertőzési kockázatnak vannak kitéve. De most veszélyhelyzet van, radikális megoldásokra van szükség, nem? Veszélyhelyzetben is jogállami megoldásokra van szükség. Egy eltitkolt, nyilvánosan meg nem indokolt, átláthatatlan, kapkodva elrendelt intézkedés biztosan nem az. Ez az intézkedés egy jövőbeli, feltételezett problémát akar megoldani, miközben a jelenben száz másikat teremt. Nem lehet elégszer hangsúlyozni. Nagyszerű, hogy a kormány tenni szeretne azért, hogy a leendő koronavírusos betegek megfelelő ellátást kaphassanak. De ezt most más betegek kárára teszi meg ráadásul nem csak az ő, hanem sokszor a hozzátartozóik jogaiba is durván beletiporva. Hogy lehetne mindezt jól csinálni? Min kellene változtatnia a kormánynak? Nyilvános és átlátható szabályokat kell alkotnia. Egyértelmű feltételekre van szükség, amiből világosan kiderül, kit és miért tesznek ki a kórházból. Szerintünk ez csak akkor megengedhető, ha a beteg egészségi állapota ezt lehetővé teszi, és megoldott a kórházon kívüli ellátása. Az ellátást csak akkor tekinthető megoldottnak, ha a családtagok vállalkoznak rá, vagy ha megfelelő állami szolgáltatás áll rendelkezésre. Ha a hozzátartozók vállalják is az ellátást, rendszeres orvosi, ápolói segítséget kell kapniuk. Legalább bizonyos mértékig az ezzel kapcsolatos kiadásaikat is fedezni kellene. Ha pedig nem vállalkoznak erre, szervezhessék meg, hogy a rokonukat megfelelő ellátóhelyen helyezzék el. De hogy lesz mindenre idő? Most gyorsan kell cselekedni. Ez tényleg nem megy egyik pillanatról a másikra, de nincs is rá szükség. El kell engedni a 36 ezer ágy azonnali felszabadításának lázálmát, és fokozatosan kell tehermentesíteni a kórházakat úgy, hogy közben az onnan kikerülő betegek ellátását is meg kell szervezni. Bizony, ezt most nem erőből kell megoldani, ez bonyolult lesz mint az egészségügyi átszervezések általában. Azzal, hogy a kormány már meglévő betegek rovására akarja megteremteni a még nem létező betegek ellátását, nem szakmai döntést hoz, hanem egy látványos fiaskótól akarja megkímélni magát. Most mindenki a koronavírusra figyel. Ha a járványban sokan halnak meg, az tényleg nagyon látványos. De simán lehet, hogy végül több láthatatlan áldozata lesz a kórházi tisztogatásnak, mint a koronavírusnak. A kormány tehát akármit is állít magáról, Valójában nem az egészségügyet próbálja megmenteni, hanem a saját bőrét. Csak rajtunk állampolgárokon múlik, hogy engedjük-e ezt. Mi itt vagyunk veletek, hogy napra készen értelmezzük a gyorsan változó szabályokat, és ingyenes jogi segítséget nyújtsunk. Kövessétek folyamatosan frissülő tájékoztatóinkat a tasz.hu per koronavírus oldalon, és ha jogi kérdésetek van, keressétek ingyenes jogsegélyszolgálatunkat a jogsegékukat.hu-n. Ehhez az óriási munkához szükségünk van a támogatásodra. Támogass minket, hogy a rendkívüli helyzetben is biztonságban érezhesd magad.